például a sport az egyik olyan dolog, és van még egy-kettő, amit szenvedély nélkül nem érdemes csinálni. Hát kíváncsi leszek, hogy ez szombatra itt most a harmadik meccs, amikor már ezek a játékosok szerintem, a mi játékosaink gyakorlatilag szabadságon gondolták magukat, hát nem úgy sikerült. Ugye én ezt elmondtam a múltkori meccs után, hogy a Debrecennek is lesz ehhez egy-két szava, hát volt is. És hát én sajnálom a játékosaimat, mert ahelyett, hogy egy kicsit jobban odafigyeltek volna ezen a meccsen, és holnaptól már szabadságon lehetnének, egy 4 napra legalább, ehelyett most edzhetnek majd, meg még játszhatnak is, de hát magunknak kapartuk össze ezt, úgyhogy nekünk is kell ezt megoldani. Csak a Honvéd.